és sziasztok! A mai videóban teóriával készültem. Ebben a videóban próbálunk rájönni, hogy mi lesz a következő hetekben, mi lesz a Season 6-ban, mi hogy fog lezárulni a Season 5. Ehhez természetesen jó sok információ morzsa kell, szóval összecsipegettem. Nos, az a pletyka járja, vagyis a leakerek azt állítják, hogy a maga az egész rift, ami az égen van, el fog tűnni. Valahogy az egészet úgy kell elképzelni, mint egy sima kis driftnél, ugye, ami a mapon van, hogy elhasználjuk, kicsit nagyobb lesz, és így eltűnik. Elpárolog. Viszont én úgy vettem észre, hogy a viking falu fölött jobban esik a hó, szóval lehetséges, hogy még lesz hó, több hó, vagy tényleg ennyi lenne az egész. Nézzük meg csak még egyszer ezt a riftet. Láthatólag ugye a csomópontoknál ugye vannak ezek a ágak, és úgy néz ki, hogy a csomópontokhoz köthető ágak, mint elhalványultak volna, mintha szétkaptak, nem tudom, szétszakadtak volna így a csomópontok. Kicsit furcsa, így furcsa így elmagyarázni, de remélem érthető. Viszont ha ez az égi repedés ennyi volt, akkor mi fog következni ezután? Ismételten a leakerek beleturkáltak a játékban, és az egyik ugye benn volt a, hogy is mondja, előre volt a pályán időben, és 18-án így fog kinézni az ég. Igen, most 18-án, vagyis azt jelenti, hogy napról napra, úgy mint a meteornál, hogy nem közeledik, hanem halványul el a rift. És szinte már nem is fog látszódni, szóval ez azt jelenti, lehet, hogy a pályán lévő riftek is el fognak tűnni ezek után. És arra is rájöttek, hogy augusztus 24-én ismételten lesz egy event, ugye egy esemény. Ez ugyanolyan lesz, mint a Blast Off, tudjátok, amikor kilövődött a rakéta, egyetlen egyszer játszódik le a játékban. Nem vagyok jó időátváltásban, ugyebár augusztus 24-én 4 PM, azt hiszem az délután 4, és az nálunk délután 6-kor lesz. Nem vagyok benne biztos, szóval majd kommentben írjátok meg, aki ért hozzá. A lényeg, augusztus 21-én délután mindenki legyen fönt feltétlen a játékban. És vajon mi lesz a Season 6-ban? Vagy hogy fog zárulni alapból a Season 5? Annyira nem látok előre, mint Season 4-ben, annyira nagyjából lehetett tudni, hogy jön, kilövik a rakétát, vagy valami lesz. Itt nagyon semmi nem történik. Week 6-ig annyit tudunk, hogy Rift bejolozott a Fortnite világában, ugye átdobta a Real Life univerzum. Ugye a Ragnarokékat is valami másik dimenzióból, teljesen mindegy, ők nem is szerepelnek az egész történetben, legalábbis eddig. Szóval ugye Drift az bejött, és akkor igazából a Fortnite karakterekkel kezdett bulizni, körbejárja a pályát, Bright Bomberbe becsajózik, stb. Ugye az utolsó kép, amit tudunk, a Week 6, amikor a Risky Rizes moziban ülnek, itt már fel van javítva a tábla, szóval hamarosan a játékban is fel lesz javítva a tábla. Itt már ugye maxos a drift, innen már nem is tud hová fejlődni, szóval Week 7-re valószínűleg a Road Trip fog bejönni, ha egyáltalán karakter lesz, de valószínűleg karakter lesz. Szóval itt már biztos, hogy a drift és a Bright Bomber összejönnek, nagyon arra utal a kép. Egyébként ott a háttérben a riften is látszik, hogy kicsit kisebb lett. Egy kis cuki easter egg. Leviatánnak összesikerült jönni azzal a csajjal, akivel a Season 4 Week 1-es képen össze akartak, ugye ott smárolni akartak, aztán itten sikerült neki ugyebár. Na és vajon ki lesz ez a Road Trip karakter? Már annyiféle teória van, meg Tutankhamon lesz, meg mindenféle baromság. Annyi biztos, hogy a képen, mint láthatjuk, mint a kapucin is lenne, illetve mint egy ilyen kockás vámpáncia lenne a karakternek. De ezt így nehéz megállapítani. Akire a legjobban hasonlít szerintem a Save the World-ből a Cloaked Star, azt hiszem ez a neve. Hát talán hasonlít rá, hogy a kapucin is, viszont a vámpáncia nagyon tüskés neki, a képen meg annyira nem látszik, szóval passzolom. Egyébként az a durva, hogy van egy Road Trip nevezetű glider is a játékban, ami elég régóta bent van, és egy ilyen piknikezős glider. És szerintem ez is rohadtul utalhat az ilyen, hogy mondjam, kirándulásos témára, szóval lehet, hogy közel lenne hozzá, és annak a gliderje lenne. Na nézzük, én szerintem, vagyis ti szerintetek is, mert rengeteg kommentet olvastam, hogy valójában ki lehet ez, meg egy-két haverom is mondta, hogy találjuk ki, hogy ki lehet ez a Road Trip. Először is lehet valamiféle rift harcos, avagy riftnek a mestere, ilyen szecska mester, hogy nem tudom, hogy milyen, minek mondjam, és lehet, hogy haza vissza akarja küldeni ugye driftet a real life-ba, honnan jött, hogy ne zavarja a Fortnite világát, ne kavarja össze az egészet. És valami olyan sztori lenne, hogy ugye haza zavarja driftet, lehet, hogy még harcolnak is, vagy valami ilyesmi.
Most kapaszkodjatok meg, lehet, hogy egy hatalmas baromság lesz, tegnap így random fejemből kipattant. Mi van, ha a Road Trip maga a Bright Bomber driftben? Mármint mi van, ha ugye driftnek vissza kell menni, mert bezárul a rift, a nagy rift, és vissza kell menni a real life univerzumba, és magával vinni a Bright Bombert, és ő is felvenni egy ilyen kapusznis jelmezt, és alapból ugye sokaknak, rajongóknak bejönnek az ilyen csajszkinek, szóval egy drift csajba nagyon vevők lennének rá. És olyan lenne a maradék 4 week, hogy visszamennek a real life univerzumba, és ilyen valósághű, hát a loading screenek lennének, és ott, hogy mondom, Londonban lennének, meg így road trip-val, és körutazást csinálnának. Ennek látom a legnagyobb értelmét. És ugyebár a Season 4 legvégén, amikor jött volna a Season 5, akkor voltak a lámák a mi világunkban, és lehet ez is egy utalás akart lenni, hogy még vissza fognak jönni Fortnite dolgok a real life világba. De az is lehetséges, hogy a road trip karakter valahonnan random jött, úgy mint a Ragnarok, és lehet, hogy tényleg valami másik dimenzióból vagy időből jött karakter, szóval lehet, hogy fáraó vagy. Vagy lehetséges, hogy valami maszkos, őserdei harcos, ilyen Wakanda vagy, én nem tudom, na. Írjátok meg kommentben, mit gondoltok erről. Na ennyi lett volna ez a mai videó, de mielőtt elszöknék a videóból, kicsit beszéljünk a giftingről, mert már Facebookra ugye leírtam elég tömören, hogy miről fog szólni, vagy hogy fog működni, de elég sok youtuber rajongóhoz nem jutott el a hír. A giftinget úgy kell elképzelni, mint Steamen, amikor ajándékot veszel az áruházból, gondolok itt egy játékra, és onnan közvetlen, vagy a raktárból tudod ugye elküldeni másoknak az adott ajándékot. Na de itt most úgy lesz, hogy ha megveszünk egy skint a shopban, vagy táncot, akkor valószínűleg lehet választani, hogy ajándékba vesszük, vagy magunknak, és onnan lehet elküldeni másoknak az itemet. Senki se számítson arra, hogy a meglévő skinjét el tudja csereberélni, mert az Epic tiltja a cserét, sőt lassan már minden fejlesztő. Szóval a gift az egyenlő ajándékozás is nem trét. Igen, ezt a szöveget a Facebook posztomról olvastam fel, szóval lehet nyugodtan lájkolni, mert ott rengeteg minden szoktam kirakni. De ha már itt tartunk, hogy Facebook, elindult a Twitch csatornám is, szóval YouTube-ra ne várjatok streamet, mert már nem lesz, átmentem Twitch-re, a Twitch-re hagyom a streamelést, viszont a teóriák, mert minden egyéb videó jön YouTube-ra, szóval úgyhogy így lesz, így döntöttem. Aki esetleg érdekel a streamelés, a gameplay, akár Save the World, akár Fortnite, az nyugodtan kövessen be Twitch-en, videó leírásban bent lesz. Illetve azt akartam még mondani, hogy 90%-ban nézői játék lesz, szóval ne kérdezzétek meg, mikor lesz nézői játék, mert általában mindig nézői játék van. Úgyhogy lehet követni, mint az árnyék. És igen, ugyebár Androidra is megjelent a Fortnite, legalábbis a beta verziója, és eléggé nagy telefon kell hozzá, legalább 3 giga RAM legyen benne, illetve 5.0-as Android. Szerencsére nekem egy Galaxy S7-en van, azon megy, sőt már játszottam is sajta. Facebookon meg is kérdeztem, hogy legyen-e róla bemutató, de leszavazták, szóval azért nem volt eddig róla szó. Viszont nem elég, hogy most telefonon megvan a Fortnite, lesz egy Nintendo Switch-em is, nem is ezen a héten még, és azon is van ugye Fortnite, és ja. Úgyhogy elég lehet összehasonlító videót is csinálni akár, szóval ha érdekel ilyen titeket, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben ezt is. Na ennyi lett volna ez a mai videó. Ha tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel. Következő videó nem tudom, hogy miről fog szólni, mi lesz. Általában ez random szokott jönni nálam. Streamelés kb. 2-3 naponta tervezem, szóval majd figyeljétek, illetve tényleg Facebookon kövessetek, ott ki szoktam írni, mikor lesz a stream. Na köszönjük, hogy megnéztétek. Sziasztok!